Egy barokk templom mennyezete. Angyalok és szentek lábai lógnak a felhőkről, maga a Szent Háromságos Úristen is ott trónol a mennyországban. A mennyei liturgia egyesül a mi földi liturgiánkkal a festőszándéka szerint. Menjünk föl egy álványra, nézzük meg közelről, más szögből, furcsántorz alakok, tégla, vakolat, festék, illúzió. Jó, ja, 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 fordítva fogom. Igen. Egy üres szoba, a mennyezetén egy kép, mászunk föl a létrán, próbáljuk megérinteni, nem tudjuk, egy kivágott téglalap, pengevékony élekkel, Valódi felhők vonulnak a valódi égen. Valóság. Annak az illúziója, hogy kép. Képről és valóságról szeretnék néhány gondolatot elmondani. A legősibb képek közé tartozik ez a kiegészített koponya. Eltűnt a szem, elporlat, egészítsük ki valamivel, ami hasonlít hozzá, mondjuk valami tengeri csigával. Eltűnt a hús, Egészítsük ki agyaggal. Készítsünk képet, hogy választ adjunk a létvégső kérdésére. Kép és valóság együtt. A megváltás tudatát még el nem nyert ember a maga erejéből idáig jutott. A mágiáig. Hasonlósági mágiáig. Helyettesítési mágiáig. És hogyha végignézzük a régi nagy kultúrákat, távol kelető távol-nyugatig hasonló megoldásokat találunk. Az ember képet készít, hogy választ adjon a megválaszolhatatlanra, a létvégső kérdésére, és az így készült kép soha nem ehhez a világhoz tartozik, mindig egy másikhoz. A halottak világához, az istenek világához a halhatatlanok világához, a megvilágosodottak világához, de nem ehhez. Egy késő egyiptomi múmia. Az arc elé egy képet pólyáltak, és ezek a képek gyönyörű portrék hasonlítanak az ikonra több tekintetben is. Fatáblára készültek enkaustika technikával, viasz alapú festékkel, mint az első ikonok, és a képek stilizációjának foka is, hasonlít az ikonstilizációjához. Sőt, a lényegükben is találunk analógiát. Ha az egyiptomi ránézete a a portrén keresztül, mint ablakon keresztül átláthatott a halottak országába a maga hite szerint. A keresztény, ha ránéz az ikonra, az ikon teológiája szerint, mint ablakon keresztül átláthat az Isten országába. Ugye az Ószövetség szigorúan tiltotta a képet. A láthatatlan Istent ne tegyük láthatóvá. Krisztus megtestesülésével azonban ez az ószövetségi képtilalom érvényét vesztette. Innentől fogva, ahogy ezt zsinati határozat is kimondja, nem csak lehet, de üdvös dolog számunkra képet készíteni a megtestesült fiú Istenről, az angyalairól és szentjeiről. De nem akárhogy. Azért, hogy elkerüljük a mágiát, csak a szimbólum tiszta erejével jeleníthetjük meg a teológiai igazságot. Az arany háttér az isteni fény szimbolizálja. Nem használhatunk árnyékot, mert az Isten országában nincs árnyék, úgyhogy az arcnak belülről kell ragyognia. A kézmozdulat, a ruha színe, a könyv, bármi attribútum, mind szimbolikus jelentést hordoz. A perspektíva vonalai nem hátrafelé szűkülnek, inkább tágulnak, mert hogy nem erről az oldalról kell nézni. Az, az Isten országa felől, a másik oldalról nézve lesz helyes a perspektíva. De hogyha össze is vannak zavarva a perspektíva vonalai, legalább azt elmondjuk vele, hogy biztos nem ehhez a világhoz tartozik. Krisztus kezében tekercs, áldó főpapi királyi palásban trónol a mindenség Ura Mária karján. Egy szép bizánci keleti ikon. Krisztus kezében tekercs, áldó mozdulat, főpapi királyi trón, ö, 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 palásban trónol a mindenség Ura Mária karján. Nyugati ikon. Az olaszok festették az 1200-as években. Hát tévedés, ha valaki azt gondolná, hogy az ikon a keleti egyház kincse. A nyugathoz, a katolikus egyházhoz pontosan úgy hozzá tartozik, csak épp kiment a divatból. Csimabue még tökéletesen ikont festett. Nem tudom, mi különböztetné meg ezt az ikontól. Dúcsónál, Zsottónál kezd fellazulni. Még ezt is szívesen nevezni Mikonnak, egyedül a királyi palást alakult pendejé. Az 1400-as évektől következik be egy nagy fordulat. A perspektíva fordul meg ugyanis. Most már nem az Isten országa felől, hanem a mi földi szemeink felől nézve helyes a hátrafelé szűkülő perspektíva. Egészen odáig, hogy a teremtetlen isteni fényt szimbolizáló glória, és befordul a térbe, és perspektívikus torzulásban ábrázolja a művész, mint valami kalapot. Ugye, nézzük csak a polgárok váson a szentek glória kalapban. Megszoktuk, sok ilyet látunk, nem tűnik fel, de valójában nagyon furcsa. A fény. Szent Péter keresztre feszítésénél még bizarrabb a dolog, amikor egy, bocsánat, csatorna fedél lesz, a teremtetlen isteni fényből, a reneszánsz művésze gyönyörűséget alkot. De kinek? A művész ugyanabban az évben festette ezt a madonnát a Gyermek Jézussal, válaszaténét a Kentaurral és ezt az ifjút egyet közülünk. Kié a kép? Az Istené, vagy azé, aki megfizeti. A késő reneszánsz művésze számára az Isten alakja, az Isten arca nem egy esetben nem több, mint ürügy arra, hogy szépet fessen. A szépség ideája lesz az egyedüli fontos a képen. A háttér aranya, egy szép toszkántáj, a Mindenség Ura királyi főpapi palásban egy dundi csecsemő, szép nők. De itt még azért a szépség, mint hogy a szépség isteni principium, még akkor is hordozza az Isteni nyomát, ha az Isten alakja teljesen eltűnt a képről. Bár ma tudnánk így hinni a szépségben. A modernista művész számára egy szép táj, egy csendélet, egy figura, és nem több, mint ürügy arra, hogy önérvényű képet készítsen. A kép önmagát építi. Önálló nyelvet hoz létre, amit adabszurdum csak a művész ért. A szép, a jó és az igaz ókori metafizikai hármasát felülírja az új, a saját, az eredeti modernista követelménye. Az önérvényűség a teljes absztrakcióban éri el a csúcspontját, fehér négyzet fehér mezőben. Tudunk erre a képre, mint ablakra tekinteni? Mert ugye az ikonra úgy tekintettünk, mint ablakra, az Isten országa felé. Mire nyílik ez az ablak? Önérvényű kép. Önmagára nyílik. Gondoljunk el egy olyan ablakot, amit, hogyha átnézünk, Mögötte ugyanazt az ablakot látjuk. De ez még mindig ablak. És hogyha el is tűnt az Isten alakja, el is tűnt a szépség követelménye, a modernista kép önérvényűségében is, ablak mi voltában még mindig hordozza az Isten nyomának nyomát. Vége lett a modernizmusnak. Vége lett a posztmodernizmusnak is. A mai művészek egy része, akik nem hisznek Istenben, de elég okosak ahhoz, hogy tudják, hogy az a kép eredendően az isteni. Ha képet akarnak készíteni, nem tehetnek más, mint hogy az anti-Isten képét készítik el. Csontváz, mint feltámadás. Vizeletbe mártott Krisztus. Disznóra tetovált Krisztus, kurtizán Krisztus, Boxz, zsák, kereszt, vég nélkül folytathatnám. Ma a vallásgyalázás provokatív művészet néven külön műfaja a kortás művészetnek. Ők legalább bátrak és őszinték a maguk módján, ezért őket tudom becsülni sokkal inkább, mint azokat, akik a vallásos gicset készítik. Sajnos az egyházat körülbelül a barok óta folyamatosan, és manapságpán egyre erősödően kísérti a gics. S a gics lényege szerint hamisság, akár direkt, akár tudatlanságból fakadó hamisság. Úgyhogy több szót nem is érdemel a mai művészek között azok, akik nem akarják nagyon bántani a vallásos emberek lelkét, milyen képet tudnak készíteni. Egy betontömb, a belsejében egy emberformájú üreg. Technikailag nem nehéz. Vegyünk le egy gipsznegatívot negatívot egy élő emberről, a gipsz negatívba öntsünk viaszt, és a kész viasz figurát öntsük körbe betonnal, majd olvasszuk ki a viaszt. Én így csinálnám. A jelentése a fontos, nem véletlenül állította ki az angol művész ezt a betontömböt Michelangelo félbehagyott rabszolga szobrai között. Mit mond a közhely Michelangelo-ról? Csak le kell faragni a felesleget, a kőtön belsejében már eleve ott volt a szobor. Na, próbálja meg valaki lefaragni a felesleget erről a betontömbről, mit talál a belsejében? A szobor hűlt helyét. Ma egy képromboló, mű, képromboló művészet korábban élünk. Sajnos nem egy esetben a templomban is. A kölni érsek erre az üvegablakra 20. századi mártírszentek alakjait rendelte. És valami miatt engedett a művésznek, aki azt mondta, hogy nem, ehelyett ő inkább sok ezer egyforma, méretű, különböző színű, üveg négyzetből rak össze egy monumentális random pixelmezőt. Elképesztő gyönyörűséges lehet a hatása, ha besüt rajta a fény. Mellesleg. Valószínű legalább ilyen gyönyörűséges lett volna a hatása, hogyha ugyanezekből a színes üvegekből szent figurákat raknak össze, és ugyanez a napfény tűzbe rajta, de mindegy. Szép. Az Isten képe? Mert hogy templomban vagyunk. Jó, melyik Isten képe? Mert hogy ugyanezt a képet betehetnénk egy zsinagógába, egy mecsetbe, egy buddhista templomba, bárhova, mindenütt pontosan ugyanazt a hatást fejte ki, pontosan ugyanazt jelenti. Az ismeretlen Isten képe. Mi dolgunk nekünk keresztényeknek az ismeretlen Istennel, amikor mi megismertük az Istent Krisztusban. Valószínű, akkor járnánk el helyesen, hogyha egy múzeumban vagy egy galériába tennénk. Ott nyerné el legmélyebb értelmét, amennyiben ez a művészet Isten képe. Ennyiben nem tudom, mi különbözteti meg a bálványtól. Azért merek ilyen kemény szavakat használni, mert hogy magam is ezt csináltam. Hittem azoknak a tanáraimnak, akik a kortás művészet szerint tanítottak engem. Készítettem például kőből kontaktlencsét, magam csiszoltam, és ha beteszem a szemembe, akkor látom a követ. Közelről, belülről élvezhetem a kő ürességének léleküresítő spiritualitását. Látom a nagy sötétséget. Mű ez? Igen, mű. Talán elég erős mű. Kép ez? Nem. Egy képromboló mű. Csak hogy fáj a képrombolás annak, aki kapott az Úr Istentől kezet és szemet és agyat, ahhoz, hogy képet készítsen az ő dicsőségére. Képet készítettem, de még mindig nem az ő dicsőségére hegesztettem egy 13 méter magas vaslétrát és egy vasszéket, amit rá lehet akasztani a létrafokaira. És odállítottam egy 13 méter magas ginkófa mellé, és egyre magasabbra akasztva a vasszéket, a létra helyzetét is folyton változtatva lerajzoltam a fát egy az egyben, egy éven keresztül ott ücsörögtem a létrán, és 300 fél éves papírlapra, tollal, tussal lerajzoltam sok-sok levelet. A közeli leveleknek a levél erejét is megrajzoltam. Összeállt belőle egy 10x13 méteres kép. Az idén nyáron három hónapon át ki volt állítva a műcsarnokban is. Nem szégyellem, szeretem. Sokat mozgott a kezem, átéreztem a létemet, és, és egy kép, csak hogy még mindig hiányzik az, hogy ez csak egy teremtemény képe. Ha már egy ilyen képromboló korban élek, úgy gondoltam, hogy praktikus megszabadulni a kép készítés vágyától. Elvégeztem egy konceptuális kísérletet, egy mentális kísérletet, ami úgy szólt, hogy ha elkészítem a legeredendőbb értelemben vett szobrot, a legszoborabb szobrot, akkor elértem egy végpontra, ahonnan nincs tovább. Elvégeztem a végső feladatot, úgyhogy automatikusan meg kell szűnnie a lelkemben, a tudatomban, a kép készítésre, a szoborfaragásra hívó késztetésnek. Na, mi a legeredendőbb értelemben vett szobor? Az volt a tézisem, hogy legyen a legeredendőbb értelemben vett szobor az, ahol az alany és a tárgy, a szoborfaragó ember és a faragott szobor, a faragó szem és a faragott szem, a faragó kéz és a faragott kéz egységben van. Úgyhogy fekete gránitból, jó kemény kőből, hosszú időn át, sok munkával megfaragtam a magam képmását. Olyan pontosan, hogy fel is öltöztethettem a saját ruháimba. Sőt, a szemét is úgy faragtam meg, ahogy a saját szememet érzékelem, átlátszónak, ugye? A kőszobornak is akkor legyen átlátszó a szeme, a kis lukonát, kiüregeltem a szemgolyó belsejét, és a retinát csiszoltam meg, hogyha a saját szememben belenézek a kőszobor kőszemébe, a saját retinámon láthassam a kőszobor kőretináját. Egy retinától retináig tartó mélységes kapcsolat alany és tárgy között. Elkészült a mű, történt valami változás? Nem. Továbbra is ugyanúgy szeretnék szobrot faragni, képet készíteni. Úgyhogy mivel csak egy kísérlet volt, ráadásul sikertelen kísérlet, össze is törtem a szobrot, a végén ez hozzá tartozott a kísérlet mi voltához, és én kis darabokra kiszórtam a sóderbe. A szakmában nagy vízhangja volt, díjakat kaptam ilyet a Japánban is, Magyarországon is, és volt bármi értelme, nem volt semmi. Mi volt benne a hiba? Az, hogy nem én vagyok az alany, hanem az Isten. Még egy utolsó kép, angol szobrász Mark Quinn saját véréből fagyasztotta meg ezt az önportrét. Technikailag megint nem bonyolult. A doki nyilván levesztő több, ré, több részletben megfelelő mennyiségű vért. Amikor ez megvolt, akkor levesz a saját arcáról egy szilikongumi negatívot, abba beleönti a vért, beteszi a frigiderbe, ha megfagyott, leveszi róla a negatívot és a múzeumban egy hűtőládában állítják ki. Mark Quinn portrészobra. Mark Quinn képe. Mark Quinn vére, genetikailag vele azonos, Mark Quinn valósága. Kép és valóság egyben. Eszembe jut erről a 6000 éves kiegészített koponya, kép és valóság egyben. A mai művész, a mai ember, aki ugyan részesült a megváltás tudatából, de azt vagy elfelejtette, vagy a kortás művészet diktátumának engedve félretette, a maga erejéből idáig tud eljutni. Egy önérvényű műig, a művészet vallásig, a mágia egyfajtájáig. Most elértünk úgy gondolom egy olyan korba, amikor érdemes hátranézni és megnézni, mit műveltünk a képpel. És hogyha valakiben maradt hit, és ez a hivatása, akkor esetleg tehet rá lépéseket, hogy visszaadja a képet az Istennek. Hogy ez hogyan lehetséges, arra nekem nincs receptem. Nem akarom azt, hogy azt gondolják, hogy akkor mostantól csak ikont lehet festeni azzal is van baj elég. A mai konfestészetben körülbelül ugyanannyi a gics és a dilettantizmus, mint máshol. Ugyanakkor azt is gondolom, hogy az Isten lelke sokkal tágasabb annál sem, hogy műfai keretek közé zárhatnánk. Úgyhogy nem tudom, hogy hogyan lehet visszaadni az Istennek a képet. Azt az egyet tudom, hogy ha valaki ő, erre szánja magát, az ne várjon semmi jót, mert a gonosz lélek nem örül ennek, és mindent megtesz azért, hogy ne sikerüljön, és ez a fajta nem üzhető ki, másként csak imádsággal és bőjtel. Köszönöm, hogy meghallgattak.